Sziasztok! Ádám vagyok, ez pedig a Targetos Show. Parancsangadancantegadan! Piii! Ma a csapatjátékról szeretnék beszélni nektek, egy kis csavart, egy kis gellert elhelyezve az egész témában. Alapvetően hiszek is ebben a dologban, hogy egy magasabb fokú boldogságot valahogy a közösség egy létezést tud megadni, meg hogy az ember relaynek valahogy ez egy ilyen általános igénye. De közben meg van egy ilyen, hogy a világ az egyre inkább nem e felé tol minket, szóval egyre inkább az van sugalva, hogy az önérvényesítés az a sikerhez vezető út. Úgyhogy én most megpróbálok belehelyezkedni ebbe a gondolatmenetbe, hogy miért is lehet nem jó csapatban játszani. Puff. Először is. Az embernek vannak ugye ilyen céljai, amiket nem könnyű elérni, de az ember így küzdködik, hogy elérje őket. De ha elkezdenek neked segíteni, úgy bárki bármit elér, ha segítünk egymásnak, abba hol van az a Bruce Willis-es én vagyok, és megcsinálom, és megmentem a világot. Hiányzik a romantikája, az semmi romantikája nincs az egésznek. Ki rúgta a gólt? Mindig arra emlékeznek, aki a gólt rúgja. Senki az egy kamu, hogy a gólpassz, legjobb gólpassz. Hát apukád is akkor lesz büszke rád, ha te rúgod a gólt. A dicsőség falra is akkor tesznek fel, ha te rúgtad a gólt. Szemléltessük mindezeket példákkal. Az első kép a szupercsapat. Négy nagyon különböző figura van köztük. Diverzitás, kiegészítik egymást, de soha nem néztük meg, mi van, ha csak egy ember marad ezen a képen. Hát ez az egy ember is tök jól el van. Nem emeli ki a többi, hogy ebbe se jó, ebbe se jó, ebbe se jó. Fel sem merül. Egy ember van a képen, egy szuper ember. Ugyanez szuperhősöknél. Az Igazság Ligájában, hát ki tudja, hogy abban ki van benne. Ilyen random szuperhősök, teljesen szétosszik, szétolvad az egész nimbuszuk, mint egy ilyen fura vanília fagylalt. Hát a Batmanre rögtön rá tudod mondani, hogy abban van a Batman a Igazság Ligájában, meg így, nem tudom, Marvel, vagy nem tudom, Batman, Batman. Nézzünk egy képzőművészeti példát. Delacroix. Szabadság vezeti a néped című festménye. Tele van emberekkel. Közében van az ember a zászlóval, körülötte mindenhol fekszenek. Vizsgáljuk csak meg ezt a képet kicsit másképpen. Na így nézzük. Az az ember, aki ott fekszik, ilyen jól el van ott egyedül. Süti a hasát a nap, nincsen körülötte az a sok hulla. Ott ő napozna szegény, azt valaki vezeti a néped, a szabadság. Közben meg árnyékolja be a napot, hát kinek kell ott? Melyik ember lennél ez, aki ott van egy tök szép üres placon, vagy tele a történelemnek az ilyen mindenféle hordalékával? Egy kis játék. Mutatok egy képet, meg kell számolni, hány csillag van a képen. Sikerült megszámolni? Hát nyilván nem sikerült megszámolni, hát mennyi csillag van azon a képen? Hát meg alapból most egyel kevesebb van, de elvileg több volt, és akkor most abból kell kivonni egyet, vagy... Még érted? Itt egy másik, ezen egy csillag van. Tudjuk, ott a csillag van, nincs ott a csillag. Teljesen egyszerű. A három királyoknak ennyi csillagot kellett volna egyszerre követni, hát soha nem tudják meg, hol lakik az Úristen. Csapatjátéknak az egyik legellentmondásosabb őrült példája a szinkronúszás. Emberek beállnak, így hozzáéregetnek egymáshoz a vízben, hogy kialakítsanak egy ilyen hattyút, vagy egy valamilyen virágot. Miért? Jó, szinkronúztál, nagyon büszke lesz magadra, és akkor mi voltál? Te voltál a virágban a fél szirom, vagy jó esetben a bibe. De érted, ha egyedül voltál ott, akkor te voltál az egész virág. Puff. Vessünk egy pillantást az állatvilágra. Itt van például ez a nagy csapat pingvin. Persze, hogy nem tudnak repülni, hát nincs helyük. Még az egyik lendületet venne, neki megy a másik hatnak. Lehet, hogy tudnak ezek repülni, csak hát melyik fogja megtörni a mintát, érted? Hallottad, hogy a Jerry kirepült? Igen, hallottam. Érted, mi meg itt közterviselünk, totyogunk, így tartjuk magunkat az állatvilág szükségszerűségeihez, azt neki elrepülés milyen jó. Van ez a mondásunk, hogy
sok lúd disznót győz. Hát azért ebből látszik, hogy egy ilyen csoportdinamikában elég hülye célkitűzések tudnak így elburjánozni, hogy mit csinálnak a disznóval, ha legyőzték. Hogy győzik le? Valószínűleg az egyik így ezt kitalálta, a másik meg jó, és harmadik is, akkor most ezen fáradoznak, hogy legyőzik a disznót. Nem tudják, hogy miért, kirakják a falra, vagy rászállnak, és örömünnep lesz, hogy legyőztük a disznót. Nagyon-nagyon jó, sokra mennek vele. Egy fecske nem csinál nyarat. Miért csinálna? Hát mi csinál nyarat? A nyarat nem csinálják önmagában, nyár az jön, az egy évszak. Egy semmi nem csinál nyarat, egy rinocéros sem csinál nyarat. Csinál mást, hát csinálja azt, ami a dolgod. Etetni szépen a kis fiókáit, erre hirtelen így megkapja az ukázt, hogy mennyit csinál nyarat. És akkor jó, megyek, csinálom a nyarat, ebből aztán még rosszul is kell neki érezni magát, nem sikerült meg, hogy egyedül van ebben a feladatban. Ma a csapatjátékot dobtuk le a Taigatoszról, legközelebb valami más trópisságot fogunk a mélybe ejteni. Iratkozzon fel mindenki a csatornámra, nyomja meg azt a kis csengőgombot, mert az ad egy ilyen kis hangot, hogy írjátok meg, hogy szerintetek jó-e csapatban játszani, vagy nem jó-e csapatban játszani, és miért? Sziasztok!